Mezatenszáj oldalára, Snész, Levi, Sihu oldalám, pedig Skittles, Ipa, illetve Devzi. A visszaszámláló elkezdődött, nézzük tehát az első mérkőzést. Melyik csapat kezdő meg jobban vajon? Hát a Mezatenszáj inkább csak előre tudta mindenre tenni a labdát. Snész, aki próbált menni bele. De végül került az összjáték. Jajjaj. És ott elég érdekes kis mozdulatokat hajtottak végre az autók. Még egy kicsit be kell melegíteniük, úgy látszik. Mind a két csapatnak óriási lehetőség ez. Ne felejtsük, a top 4-be jutás. Ez most már itt a fő cél. Szóval nagyon nagy meg a tétje ennek a küzdelemnek. És itt is látszik, hogy azért most az első percben vannak azért bőven hibák. Igen. Sőt, most majdnem hull Levi. Hát bocsánat, Levi inkább az előszebben szebben hangzik. Levi kezdte volna meg a gólok lövését, de nem talált kaput. Levi ismét, karról érkezik, tevzi. Jól tesz, járt szinte a másik kapuig, de Pasti szépen növbeli ezt vissza Pasti. Középre adja a Skittles, jó az érintés, észrobban fel, és Skittles viszi tovább, de Levi jól teszi vissza azt középpályára, majd pattog a labda egy kicsit a már rendezett középpályán, Skittles pedig végül kiteszi jobb szélre. Tevzi indult volna meg vele, majd Ipa lesz az, akit átjátszik Rasni, de nem tud befattani az a labda, egy kicsit megakadt a szavam, mert nem tudtam, hogy most mi is fog történni, nagyon úgy tűnt, hogy valamelyik játékos el fogja találni, de érdekesen pattogott. Végül a játékszer. Készülhet egy erdőből le. Levi próbált bumpolni, de végül nem volt belőle semmi. A golvonalon megáll a labda. Még mindig a golvonalon. Na végre Levi az, aki be tudja juttatni azt a labdát. Legalább 5 másodpercig itt. Itt elkezdődött, még mindig ott van, még mindig állnak a védők. Racsni próbálkozik, és aztán Levi az, aki meg tudja fejezni ezt az eléggé szenvedős helyzetet, aminek a végén megvan tehát a jégtörés. Az első találat a Mezatenszáj javára, illetve őnekik a nevükhöz fűződik. Ők lehetnek tehát előnyben, ő 2 perc játékot követően, kezdik ki Kelly átközben az egyik ellenfél társát, és veszett Rocsmi double touch! És Levi az, aki megint egy rasni assziszból megduplázza az előnyét a Mezatenszájnak. Érdekes volt, hogy a Devzi próbált rá felugrani, de elflippelt a labda alatt. Igazából, szóval inkább backflippelt a labda alatt, hogy jobban fogalmazzak. És így a két gólos előny az már jobban mutat a Mezatenszáj neve mellett. Kiremozzák Devzit, Rasni indulna meg ésszel, de Ipa állítja meg, Ipa karról. Nincs sok busz, ezt próbálja jól használni, de végül jó volt a védés kék oldalról, Skittles próbálkozott. Rasni, Ipa mellett sikerül elvinni, és ész átveszi tőle, double tapre nem tudja felrakni. Ha felrakni sikerült befejezni, nem, hogy pontosítsak magamon. Előre teszi. Ő tovább viszi, gyönyörű a backboardra tett labda, Skittles, nem jó a rövidbe a lövés, érkezik Devzi, az ő lövése sem talál végül kaput. Mint egy kicsit össze kell szedni a magát a Siúnak, egyelőre nem érzem azt a precizitást, azt a plusz boostot a csapatban, ami én éreztem az előző mérkőzésükön. Az viszont már egy sokkal jobb lövés Devzi részéről, aki a bal alsó sarokban helyezve végül a labdát, Levitől eléggé távol helyezve azt megszerzi a hát szépítő találatot még a csapatának. De már csak egy gól a differenci, de még mindig a Mezatenszáj örülhet. Hát tény, hogy nem szabad alá hagyniuk. Ez a gól is mutatja ezt. Mutatja bizony, ez egy jó megindulás lehet így a Sihunak. Itt az. Ész visszateszi azt a talános kapu felé, de
Tevzi nem siette el azt a tírt, de végül jól döntött, jó volt a kiftem, jövőben meg is tud indulni már a falon. A jelziből el, megbordról visszapattanóra már nem tud érkezni, hiszen kibámpolta őt Levi. Ész menne tovább, Levi, az említett játékos szerepében, de nem sikerült ezt tovább hinni. Tevzi, észre szemben találja magát, nem tud érdemleges, dehogy nem tud! Az nagyon-nagyon kicsit, én úgy láttam, hogy abban nem lesz semmi. De végül a IPA és ész, az a 50, az IPA-ja, IPA-jéknek, bocsánat. Finoman fogalmazva, hogy kedvezőben alakult, így egyenlít a Sihuhu. És tényleg úgy néz ki, hogy sikerült megkezdeni ezt a comeback-et. Mit sikerült abzolválni, és végül is így 38 másodpercre a vége előtt kellett nekem mondani bármit is. Jó. Leharagudjanak a Sihuhu szurkolók. Én ezt megvallom, ezt sajnálom. Bocsánatot kérek. Nem tudom, hogyha nem kommentátornak nevezni magad, akkor azt mondanám, hogy inkább maradj csöndben, de... mert akkor szerintem, ha mindenki nem is, de a fiú egészen biztosan jobban járna. Egy biztos most 30 másodperc kőkemény támadásra van szüksége a narancsapatnak ahhoz, hogy ezt a mérkőzést még visszahozza minimum egy hosszabbításra. Amiből már csak 20 másodperc maradt, IPA-tól jön a lövés, és ott is van az egyenlítés. Nagyon gyorsan, nem az utolsó másodperceket megvárva, megvan megint az egyenlítő találat, egy eléggé szerencsétlen beleérés Racsni részéről, IPA-nak pedig a lövése precíz a jobb alsóba. Így az utolsó 16 másodpercre megint csak döntetlen állással megyünk. A kérdés az az, hogy ennyi idő alatt valamelyik csapat meg tudja szerezni a most már egészen biztosan győztes találatot. Racsni nem tudja befejezni, és IPA kibampolja az egyik csapattársát, de végül nem tudja ezt a hibát a Metatenszeg kihasználni, sőt, fennmarad még a labda, még mindig. Hát ez valami hihetetlen, na most rakják le a játékosok. Hát még a végén öröm lett az ürömben, itt a Sihuhunál. Overtime bizony, és most a, úgy néz ki, hogy a Sihuhu kezdi meg jobban azt a majdnem egy veszélyes lövés tátol. Tevzi, várja meg tovább ezt a labdát, egy 50-t követően Rasni indulat meg viszont belőle. Tevzi kibampolja a csapattársát, de végül sikerül hátra érni, és kipattó a labda, az talán most a narancsoknak kedvezhet. Kitől veszi le, ötlen buszta, próbál egy flikkel operálni, ami sikerül is ész mellett elrakni, de Devzi lőhet. Levi, véd, IPA, ismét kapura kerül, a labda Skittles-től, jó lehet a lövi is, de Rasni kipattintja, nem találja be a kapuba, nem talál be a kapuba, Devzi sem. Ez hihetetlen kapufákat láthatunk, hihetetlen közeli helyzeteket, és Levi sem lesz jó a double felt. Talán most a kontrából a narancsapat megszerezheti a győztes gólt, és ott is Zsolé Pának. De hogy? Hát megint egy kapufa, amit az idő nem tudott lereagálni. Sajnos, hogy nem sajnos. A tészen múlt igazából. Aki nem ugrott fel elég gyorsan, valószínűleg nem is volt vissza. És ez azért nem sikerült, de a lényegen ez nem változtat. A Sihuhu megnyeri az első mérkőzést a szettem belül, de hogy? Ez nagyon érdekes. Mondtad, sor volt így. Mindkét csapat részéről talán mondhatni. Húha. Hát igen, és megint csak... Most nem akarok hazudni. Gondolkoznom kell. Jó, megmerem kockáztatni, Max, aztán javítasz. A Sihuhu nem vezetett a mérkőzés során, csak itt a hosszabbítás végén. Igen, igen. Mindig a Metatenszei volt az, aki mint az első, mint pedig a második alkalommal előbb tudta megszerezni az első-második találatokat. Majd ugye, miután kiegyenlített a Sihuhu, megint a harmadik találatot meg tudta szerezni a Metatenszei. Tehát megint csak a Sihuhu akkor szerzi meg a vezetést, amikor nagyon kell, hosszabbítás legvégén is. Bizony ezért adják a szerdben lévő pontot, hogyha egy csapat megnyeri a mérkőzést, nem pedig az, hogyha vezeti
5 percen keresztül. Na, lássuk, hogy ez a második mérkőzésre megváltozik-e. Főleg mert a Tensei oldalról. Ne felejtsük, a top 4-ért megy ez a küzdelem. A győztes ellenfele pedig az MTK Budapest lesz, akik eddig könyörtelenül nagyon szépen elgázoltak a összes csapaton, úgy szint, mint a Budapest Five, aki ugye a másik ágon várta az ellenfelét, ugye már ott megvan, most bizony kitölsz az, aki rámegy a double touch-ra, de nem sikerült neki, megvan a tisztázásra a Sintor. Özi, szépen indítja a kolona támadást, kitölsz, hogy bekik. Talán nem tudja tovább vinni a támadást. Upa, még talán visszaterti a kék térfe, de nem, maradott a sarokban. Kezdi. Most ki tud jönni. Ismét. A narancs csapat. Ez kitől, viszont nem akarta, hogy ez a labda ismét az ő térképre jöjjön. Kitölz. Összélt a jobb szélre. Már szinte eltelt egy perc a mérkőzésből. És egyelőre oda-vissza játék van. Láthatjuk is. Levi teszi fel a labdát, ami legurul a lakóról, a backboardról, igazából az kitölt felrobban, és marad egyelőre a 0-0, igen. Ez a végig csaposan tudott eddig érdemleges helyzetet kialakít. Ha, most nagyon közel van itt három kék játékos, de Levi végül meg tudja oldani. Racsni, jó a 50, ezt kiképzel szemben. Ha pedig hozhatja a labdát, viszonylag lelassítja azt, ész. Végül Racsni. Kicsit figyelnie, Levi, beesett az a labda, az kifűz az, aki az utolsó pillanatban ki tudja szedni. De továbbra is támadásban maradhat a Meta Tensei. Terzi, még egy beleérés. Végül Ipa révén szabadul fel a narancs kapus, sőt most már inkább a védekezésre kell koncentrálni a Meta Tenseinek. Jön is a lövés, de gyenge volt. Most nyom pedig egy könnyedebb hárítás. Ipa. A kapura tenni ezt a labdát. Kitölz viszont már annál inkább össze kellett hárítani, a IPA viszont visszateszi egyből, kitölz érkezik, és ott is van az első gól a mérkőzésen. Majdnem a meccs feléig várni kellett ezzel, de végül megszerezték. IPA, ahogy már említettem is, tette ki középre, és Levi hiába nyújtózott, próbált ott ugrani az üres kapuba. Nem tudta hárítani, nem tudta olvasni, hogy hova is fogja lőni, ezt kitölz, és így 1-0 az állás. Na nézzük, van egy válasza a Meta Tenseinek. Gyakorlatilag először vezet a fiú egy darab gollal az ellenfelével szemben, sőt bármennyi gollal. Csak a hosszabbításban tudta ugye az első mérkőzést megnyerni, még mindig csak egyenlíteni tudott, viszont végre megélvezheti azt is a csapat, hogy előnyben vannak. Viszont itt ugye az a felelősség, hogy meg kell tartani ezt az előnyt. Ugye úgy látszik, hogy a Meta Tenseinél van egy kisebb mentális probléma, amit meg kéne oldaniuk, mert helyezkedésben meg amúgy sem érzem most egy kicsit egységesnek ezt a Meta Tensei csapatot. Hát ez egy percre a másikra változhat. Ez a játék, ez egy, hogy mondjam, egy eléggé olyan játék, ahol a momentum számít. Teljesen mindegy, hogy az első 5 percben mit csináltál, hogyha a másik 20 percben nagyon szépen le tudod kerrizni a meccset és megnyered a szettet. Ilyen téren nem számítanak ezek a szituációk. Az viszont számít, hogyha másfél percig még ez az állás marad, akkor a Siú már elhozhatná a szettbeli második gémet is. És ez most nagyon közel vannak, mármint az újabb találathoz, viszont sikerül felszabadítani a Meta Tenseinek. Ajaj, Levi tovább lövéssel, amit Terzi állított. Kitől nem tudja lerakni a csapatásnak, hiszen észáll oda, és szól közbe Terzi. Mondtam volna, hogy érzi bőle próbálkozik, de ezt kitől veszi át levegőben azt a labdát tőle. Majd még partogott a labda a kék kapu környékén. Mégről nem sikerült érdemleges lövés mutatni azt, hogy ez mekkora fék Levitől. El is flikkeli, Levzi hárítja azt, és Ipa teszi tovább,
középre nem pattam be, de így is talán jól lehetett volna, hogyha nem állott Pace. Ha jól láttam, nem is ő volt az, aki viszont most viheti is tovább a másik felé a labdát. Mire kimondom pont, hogy ennek igazából már semmi releváns nem lesz. Oh, jaj. Semmiből. Gyertek, Levi, mondjad csak. 135 km/h, ezt akartam megkérdezni, hogy ez mégis mennyivel menve? Debzi ért bele ott a végén. Hát mondom, hogy rosszul volt a helyezkedés, bár tény, hogy egy gólos előnynél 15 másodperc a vége előtt inkább defenzívebben kéne védekezni, illetve helyezkedni. Most viszont már inkább a Meta Tensei akár a győzelemért támadhat itt az utolsó pár másodpercben, de a bám inkább fordítva sül el, megint hosszabbítás. Igen, ez most úgy néz ki, hogy ez a pár hátszik ilyen lesz. Két hosszabbítás, talán majd esetleg 3-4 is benne lesz, de éppen ugrott fel, majdnem egy második hosszabbítás, hogy egy győzelmet tudott behúzni a Shihuhu. Volna a bumpra. Végül is nem sikerült. Kiemelném azért az 5 darab szévét Devzinek. Csak ő védett 5-öt, más egyet sem. Még támadás terén skipulz 8 lövés, másik két csapattársának 1-1 lövés. Ugyanez a túlsó oldalon, észnél 3 védés. Rasiál viszont így! Úristen! Tehát azok a védések mit számítottak volna ezt a nagyszerűbb lépvékhez viszi, de valahogy odaértek még. Hú, hát a kivitelezés hiányzott már csak Racsnitól. Nagyon jó volt pedig az elképzelés, akinek ez már azért nem az első helyzete volt. Hát, lehet, hogy ezt még bánhatja most, amit a teljesen nem sikerült ezt gólra váltani. Több mint egy perce megy már hosszabbítás. Levi megy a redirectre, nem sikerül viszont a backward read, de még mindig ott van, támadásban marad a Meta Tensei együttese, Skittles az, aki egy 50-vel, most nyilván szemben vinné ki a labdát, Debzi az, aki végül ezt megejti. Debzi az jól passzolt le, nem találja a játékot, Skittles üres a lőhet, és ott is van Skittlesnek, a második találat, tudom jelentkezésem. És ezzel a második meccs az meg is nyeri. A Shihuhu csapata. Azt a mindeni. Hát itt nagyon rezgett a lé. Ugye a rassi tékje után. Abba arra a pár pillanatban egy másfél, két másodperce. De végül ki tudták védekezni, és most megszerették a második hosszabbítás pedig ókat, igen, szedtem már. Húha! 2-2. És az információt kapva egy időkérés lesz ki a Tensei csapata, tehát az egyébként rendelkezésre álló várakozási időn felül még plusz 1 percet kért a csapat. Ez mind a két csapat számára egyébként, csak hogy a nézőket is felvilágosítsam ezzel. Így igazából a negyedik és egyben utolsó BO 7-en a mai mérkőzésen, így elmondom mindenkinek, hogy BO 7-es mérkőzések során minden csapatnak lehetősége van egy szetten belül egy darab időkérésre, ami plusz egy percet jelent. Ugye ide nem tartozik a technikai szünet, viszont hogyha kikéri a csapat az időt, akkor onnantól kezdve ki van kérve. Úgyhogy most jelenleg ezzel fogunk várni plusz egy percet, ami körülbelül úgy most indult. Ilyenkor azért most, hogy a Meta Tensei kettő darab hosszabbítást veszítette, tehát gyakorlatilag úgy is azt is mondhatnánk, hogy ők is vezetetnének 2-0-ra. Ehelyett most szedben ők vannak két pontos hátrányban. Igen. Hú, hát... Ott nagyon, szerintem ez az időkérés ez most azért is volt, mert ez most mentálisan Rasniéknak főleg, tehát azután, hogy ott Rasni fékje
után, mikor ott a góvalon gurult a labda, és így visszahozta a Shihuku, hogy meg tudták szerezni a győztes gólt, ezért szerintem oda tett most a Shihukunak. Az időkérésnek vége, a játékosok már állnak is be, és itt vagyunk így már akkor a harmadik szenten belüli mérkőzésen. Kérdés, hogy most set ponthoz kerül-e a Shihuku, vagy a Metatensei így a hosszabbítás időkérés időkérést kihasználva sikerült-e megbeszélni, és most behúznak-e egy melyik közés a setten belül, esetleg 2-1-es szettelesen megyünk tovább, ez az elkövetkezendő 5 percben ki is fog derülni. Igen, ugye ennek azért lehet előnye is, meg hátránya is. Az előnye nyilván az, hogy te plusz egy percet tudsz beszélgetni arról, hogy mit kéne javítani, meg mi az, ami működik. Miközben ott van az első találat a Shihu részéről. És igen, ez szám a timeout kérőnek a hátránya is, hogy az ellenfél is ugyanezt megteheti, hiszen nem az van, hogy egy percig akkor most mindenki ott csöndben van az ellenfél csapatából. Őnek itt is pontosan ez az egy perc rendelkezésre áll, és ők is pontosan ezeket a hibákat megbeszélhetik, hogy akár emberek, nehogy hosszabbításra menjünk már a maradék mérkőzésen, és egyelőre jó úton, a Shihu jó vágányra tért ez a vonal. Igen, igen. Szakatolnak a top 4 felé. Bizony. Viszont ehhez még az Essence-nek lesz egy-két szava. Devző viszont közéte azt a labdát, és Basni felé, nem, Basni kihátrált abból az egész megmozdulásból. Devző tette le a labdát, ami Levinek még jó lehet, kitölt, hárít, ifa, be tud érni Basni érkezése előtt, ami végül jól is jön ki a narancs csapat számára, kitölt. Basni nem érte el, viszont még itt talán pont, hogy jó lehet, nem. Devző elviszi a falra. Csapattársa nem lesz ott, ahova passzolt a labdás, sőt, mondjuk talán lövésnek is elég veszélyes volt. Jó volt a hárítás, ott pedig a kiegyenlítő gól. A semmiből megérkezett. Ezt nézzük csak még egyszer, az hogy jött össze. Ja igen, aha, Devzit megelőzte Levi. És így. 1-1-es a mérkőzés állása. Tessék percét, igazából most még lehet megint hosszabbítás, hogyha úgy érzed, hogy ennek körülnél. Ebben a szedben még kevés, úgysem mondom. Igen, igaz. Jelzi. Készítette volna elő, ezt kitőznek a gyipának a labdát. Végül ott voltak azért a védők. De még mindig nagy zicser előtt lehet. Narancs csapat. Viszont a Metatenszeg ki tud támadni. Észtől jó a 50. Levit viszont leblokkolják. Ez volt az, aki megint most be tud szabadítani. Rossi tudja tovább tenni. Végül, de megint csak ott van a védés, illetve a demo előtte. És jó, a blokk még mindig ott tartja a narancs harmadban. A labdát a Metatensei. Szépen most tudja birtokolni is azt. Debzi még mindig hárítgat. Meg beleér, de húzamosabb időig, most egyelőre a Shihu nem tudta megtartani a labdát. Tevzi, felgurulhat a parra. Kérdés, hogy jó lesz ennek? Jó lesz, bele triplippel. De Levi jól tudja olvasni. És nem sikerül úgy nevenni, hogy akarta. Ipal lőhet, de jól beleállt. Ott kettő kék védő is, hogyha jól láttam. Tevzi. Jó, az érintés Levi teszi vissza középre. Rasni távolról nézi az eseményeket. Talán jól is teszi, mert most kell az érintés, de nem lesz meg az érintés. Elmisszelte. Ez nagyon kritikus hiba most így. Rasni hátul maradt. Pont ez ilyen miatt. Esetleg előre lövi a narancs játékosok a labdát. De nem tudta hasznosítani ezt az egész helyezkedését. Így végül megszerzi a vezetést ismét a Shihuku. Na még egyszer nézzük csak meg. Itt van egy ceilingről. És szóval ledánkolt a Rasnit. Rasni nem örül. Egymás után kettő ilyen szerencsétlen helyzete van. Amiből szintén egymás után kétszer gólt is kap a csapata. Ilyen Shihuku már két góllal húz el.
És 1 perc 45 az órán. Jaj, te jó ég. Itt menetel most a csihuhu. Berci, most tényleg. Hogy is mondtad? Mondd még egyszer ezt a vonatos. Hát fogalmam nincs, az biztos, hogy azt a kart, amivel növeli a tempót, az biztosan egy kicsit feljebb tolta itt a csapat. Először ez a elképesztő nagy dunk, majd ez a solo play Devzitől dupla demo nem tud kijönni így a metatenszerűen, Rebi csak előre tudja tenni a labnát. Nagyszerűen játszik a csapat, és úgy látszik, hogy egyre közelebb van az, ahhoz a fiú csapata, hogy akár 3-0-ra módosítsa ezt a szettállást. És most már, ha az eredménynek hihetünk, már pedig miért ne hihetnénk, hogy 4-1-re vezetnek, lehetséges, hogy már hosszabbításra fog kelleni ahhoz, hogy ezt a mérkőzést be tudják húzni. Ez próbálkozik minden esetre, és még ott jól lehet Levitől, így is van. Levi nagyon jó támadó. Igen, ez is látszik. Érte, jó volt a passz. De próbálkozott helyezkedni a backboardon, hogy esetleg kiüsse azt az adott labdát észtől, de nem sikerült, és ezt ki is használták végül. Most már csak idézőjelben csak, de hogy 2 gólos a hátránya ismét a Meta Tensei csapatának, és 45 másodperc van, hogy ezt nullára csökkentsék, de egyelőre nem úgy néz ki, hogy ők vannak nagy előnyben támadás hírek. Nem jó a beleérés, Devzinek kell valahogy korrigálni. Elég kevés boostja van, de meg van a resetje. Na, ott még lehet talán egy löbés, Rocsinak kell tisztáznia, fogy az idő vészesen, és a Meta Tenseinek kell egy harmadik találat nagyon gyorsan, és ott is lehet! De gyönyörű a blokk! Nem születik meg a harmadik Meta Tensei találat, hogy még valamilyen esélyt is adjunk annak a hosszabbításnak, zsinorban a harmadiknak. Nem lesz hosszabbítás, ellenben a Siúnak lesz harmadik szedbeni game győzelem, 3-3, amit eddig hoz. És így 4 darab setponthoz jutnak. Így, hogy megnyerik itt a negyed döntőt. És ő is elkezd elődöntőbe a top 4-be. Már csak egyetlen lépés választja el őket, tehát. Perci, ez az időkérés, ez nem jött össze. Nem jött be. Nem jött be a metetenszájnek. Az a helyzet. Az az 1 perc, az inkább a Sihu-nak kedvezett, hogy még jobban összedjék magukat. Még jobban kitalálják, hogy milyen taktikát kéne játszani a Meta Tensei ellen. És egyrészt ez megvolt, másrészt pedig most nagyon kritikus hibák léptek fel, ugye a Meta Tensei oldaláról. Ugye Rocsni kétszer nagyon szerencsétlen helyzetbe kerülve. Sajnos végignézte, hogy 2 gól megszületik a kapujukba. Hát, azért az a dunk az nem csupán a szerencse faktor volt. Persze. Az... Igen. Hogy mondjam, a Siúnak eddig is látszódott, hogy a támadó játékával egyáltalán nincs probléma. Inkább a saját kapjuknál, tehát hogyha eljut oda az ellenfél, akkor ott igenis lehet veszélyeztetni a Siúnak a kapuját. Viszont ezen kívül, hogyha a Siú van támadásba, nagyon nehéz ellenük védekezni. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy most már tényleg valamit tudnak-e csinálni, mert ha nem, hát akkor eléggé nehéz helyzet lesz itt számukra. Közben egyébként egy szerver újraindítás van, úgyhogy addig mindenkit kérnék, hogy egy kis türelmet próbáljunk megtartani
és perceken belül tovább folytatódhat a mérkőzés. Tudod, addig viszont így tippelnék a negyedik meccsre. Egyébként egész végig az egész harmadik meccsen ez ment a fejembe, hogy vajon, ám nyilván amikor azért már a Sihu ugye el tudott húzni, egész végig az volt, hogy vajon a negyedikre akkor most a Metatensei össze tudja összedni magát, és most ugye a szerveresi miatt talán ugye van idejük megint így beszélni egymás között. Az biztos. És hát nem tudom, hogy ez elég lesz-e nekik. Én kíváncsian várom, hogy most esetleg tudnak-e valami újat hozni, újat mutatni, vagy pedig nem. De én bízok benne, hogy itt valami még lesz. Ugyanis ugye én rájuk tettem idézőjelben, nyilván csak szóban, tehát semmi tét, de hogy én rájuk fokusoltam. Hát, hogy mondjam, Metadense nem játszik rosszul, de, hogy mondjam neked, tehát a Shihu-nak egyelőre nem érzem azt a fajta, tehát nem érzem a csapaton azt, hogy annyira vissza tudnának esni ebből az előnyből, és akkor a mentális búszjuk van, főleg az ADPS elleni győzelmüket követően is, hogy egyszerűen nem tudom tényleg, innen egyáltalán visszaút van-e, az egy nagyon nehéz kérdés, de hogy egyáltalán gémet tud-e nyerni a Metatensei, mert hiába vannak ott a helyzetek, de a középpályán, illetve a védekezés terén azért a Metatenseinek javulnia kell, hogyha itt a Shihu-val szemben bármit is szeretnének nyújtani szerintem. Hát igen. És nem tudom, hogy ez meg lehet-e. Vajon. Ez az első egy másfél, két perc, aminek mindenképpen ki fog derülni szerintem. Tehát, hogyha a Shihu elindul a meccs elején, és elhúz a meccs elején, akkor szerintem már szinte biztos a győzelem számukra. Hogyha ugye a Metatensei mentálisan, legfőképp mentálisan nem fog tudni helytállni már azok után. De szerintem most ugye ennyi szünettel igazából nyilván ezért egy nem tervezett szünet ugye a szerver újraindítás miatt. De hogy ennyi szünettel és ennyi idővel, hogy beszélni tudjanak, Lehet, hogy most jött el az idő, hogy megfordítsák az egész állást, és esetleg még egy reverse sweep-et is hozzanak, de hát nyilván annyira nem menjünk előre. Nagy szavak ezek, egyelőre ezt a meccset tudják behúzni, bocsánat, nézzük el. Hát, az lett volna a kérdésem itt, hogy megsikerült a törni valamennyire itt a Shihu-nak ezt a nagyszerű formáját, de úgy látszik ez a lövés, hogy egyáltalán nem vettek vissza a narancsjátékosok. Sőt, érkezik a lövés, felső kapufát ér viszont. Összeért közben Ace, illetve Levi. És ott battog a labda, nem megy rá egy kék játékos sem, pedig ez egy hatalmas nagy helyzet is lehetett volna. Jó közben ott a Reed, Racsni adná fel Levi felé a labdát. Nem sikerült góra váltani, sőt úgy látom, hogy fel is tud szabadítani a narancs oldalról itt megint csak Devzi. Lenyűgöző demo volt, sőt most már megy tovább, részletet nem kap talán, és így újra a Metatenseit támadhat. Hoppá, jó lövés lehet, hogy a felső kapufát talált, Devzi viszont ezzel kontrázhat, Levi elbámpolja, de így még besikről bennék azért, mert kitölsznek, aki próbálja a védők mögött elrakni, viszont annyira mögött kikapszak, hogy kapufa lett ugye vége, sőt, azért jobb bőven odébb is ment, mint ahol a kapu van. Devzi, veszi át, és lesz az, aki
elfigyelsz tülelni. Rasni. Próbálkozik tovább. Ipának elfogy a busz, így nem tudja vinni tovább azt a labdát. Kitölsz viszont felövi saját kapujába. És ezzel levi. Révén megszerzi az első gólt a Metatense egy csapatá, és most jöhet a megújulás a Metatense egy részéről. Nem szerettem volna ezt pont tőled hallani, mert tudjuk pontosan, hogy ilyenkor mi szokott következni. 7 darab Chiu gól erre. Ne legyen igazam. De tény, hogy ez egy kicsit jobb játék, viszont ezeket a szituációkat meg kell valósítani, be kell lőni. Egy negyed döntőben, egy főeseménybeli negyed döntőben nem szabad ezeket kihagyni, mert büntet kegyetlenül a Siú, és ráadásul nem is ő nekik kell nagyon, jó nyilván be kell nekik valahogy fejezni a szettet, de tehát nem ők vannak 3-0-ás szett hátrányban. Úgyhogy most villantani a Metatenseinek kell, és amikor 3 darab narancs játékost látok rárepülni, akkor igenis valahogy a kék csapatnak ezeket a hibákat ki kéne valahogy használni, úgy, ahogy például az előző meccsen a TSK próbálta a döttémmel, az egy másik kérdés, hogy ott sem sikerült nagyon. Na most talán érkezhet egy újabb támadás, de megint csak Skittles révén hozhatja ki a labdát a narancs oldal. Igen, nagyon úgy tűnik, hogy a Metatenseinek valahogy az a taktikája, hogy egyszerre felpussolnak 3-an támadásra, és igazából aztán vissza hátrálnak mind 3-an egyszerre, és így ezt így ismételgetve. És nem az van, hogy folyamatosan próbálnak rotálgatni, mondjuk ez most pont így történt, de nagyon sokszor látom azt, hogy egyszerre 3-an megindulnak, és akkor lesz, ami lesz, aztán a végén siet hátra mind a 3 játékos. És jobb esetben visszaérnek éppensége, rosszabb esetben pedig egy kontrabolt kap a csapat. Most viszont szerencséjükre továbbra is tartják az 1-0-ás előnyüket, amikor is már csak másfél perc az órán. Viszont ezt a másfél percet valahogy kapott gól nélkül jelen helyzetben ki kéne védekezni. Úgyhogy a Siú csapata nagyszerűen tud támadni, most egy kicsit sikerül felszabadítani, de a labdát nem sikerül megszerezni. Devzi az, aki megint középre adhatja, a játékszert nem sikerül középreadás, és így egy kicsit megnyugodhat a Metatense egy perccel a vége előtt. Nem sokáig, mire támadana a csapat, és Rasni Misszel, de nem számít ez kitölt, így igazából probléma nem lesz kék oldalról. Sőt, még ők is támadhatnak tovább. Rész, nem találja el a labdát. Rasni marad egyedül, Levi siet hátra hozzá, és Rasninak meg is lesz az érintés. És kitölt romadja fel. Rasni viszont tovább adja fel csarokból, de Devzi lesz. Devzire ész az, aki rápróbált, mert inkább elfékelte. Levi. Levi két játékosra találja szembe magát. Egyiket elfékeli a másikon, mert nem sokkal lát. Nyífa. Személyében lett meg ez a blokk. A Devzi ismét a kontrával indíthatja meg csapatát. Majd Ipa. Ha találja el. Viszont az idő elfogyott. De vajon még bőven elég annyi ennek a Siónak, hogy kiegyenlítsen. Lerakja a labdát. Ott az egyik kékjátékos Levi volt talán. És megmentik egyelőre a szettet, nem ér véget itt a Forbidden Temple-ön a játék. 1-0 arányban tehát a Metatense behúzza a negyedik gémet, életben tartja esélyeit a győzelemre, megkezdi a River Street-et. Tehát ez egyik kérdés megkezdeni, a másik kérdés, hogy a Grizzly is mondta már az előző mérkőzéseken, ne Tokión túljutni, mert hogy az következik. Ezt nagyon-nagyon kíváncsian várom. Most nagyon néz ki, hogy igen, a Metatense most így mentálisan fel tudott ébredni, és el tudták gondolni így a szerver restart során, hogy mi is legyen itt a taktika. Illetve most a Sihuhunnak is több kihagyott helyzete volt. Tehát
Ezért mindkét részről, tehát hogy egyik részről nőtt a teljesítmény, a másikról pedig kicsit alább hagyott, és ez az együttes, ennek együttese hozta azt gyakorlatilag szerintem, hogy a Meta Tensei most elhozta ezt a negyedik mérkőzést, és nem pedig egy 4-0-ával záródott a Shihuhu részére. Hát nézzük, lesz itt az ötödiken, meg is kezdték a csapatok a játékot, itt a Neo Tokyon, ahogy már te is említetted. Nézzük, mi lesz. 4-0 már nem lesz. A kérdés az az, hogy 4-1 lesz-e. Le tudja zárni a Shihuhu az első meccslabdát. Tehát hárította a Meta Tensei. Ide még egy meccslabdát hárítani. Ész érkezik. Jön a lövés! És egy gyönyörű csúsztatás! Micsoda játék! A Meta Tensei részéről! Levi beleér észtől a lövés! És aztán még egy beleérés! Amiben Levi a bal felsőbe csúsztatja a labdát. 1-0! Nagyszerű játék! Nagyszerű bizonyos, már csak meg kell tartani. A tempót hozta az előző meccsről, amelyet a Tensei. Most már csak azt kell, hogy ezt továbbra is tartsák meg, és a Shihuhu pedig ne vegye fel velük a tempót. De nyilván a Shihuhu ezt pont fordítva szeretné. És kétszer szemben, ezt kitöltem talán jelvégül a észérzőjéből. Repülő labdát tevzi, nincs boostja, így Levi könnyedén ér fel arra a labdára. Ipa tevzi felé, azt tovább csúsztatja, az veszélyes lehet, rasnyitól jó az érintés. Kicsit ezt nem írja el, elmérte nagyon. De felpattanóra, tevzi mehet. Majdnem oda elsikerült jutatni Skittles az a labdát. Mikor elől kettő darab kék játékos próbálja előni. Nincs a reset Devzinek, viszont viszi tovább. Eléggé veszélyesen játszott ott Levi. Ki tudja hozni, fel is tudja venni a boostot. Előre tudja lőni végül, de megtartani már nem tudja a labdát csapatának. Devzi továbbra is próbálja ott tartani elől a kék harmadban. De továbbra sem sikerül, az viszont észtől egy nagyszerű csáv volt, és... Oha. Hát itt most valami a Shihuhunál egy laptop kisiklott, mert nem eddig nem feltétlen így működött a vonat. Nem megy a vonat, maradjunk annyira, mert most nem megy nagyon. Viszont hibás. Igen. De tény, hogy ettől függetlenül már az állomás ott van. Hová? Igen, az állomás az már láthatáron. Már csak egy picit be kell gurulni oda. Viszont a Meta Tensei ezt egyre megnehezíti. Hát ez a kimaradás. Igen. Ész. Itt az elbump volt a rendet játékos, majd itt a próbálkozik beadni középre a labdát. Tenzi lőhet is, és ott is van az egyenlítés. Gurul lefele a vonat szépen lassan. Gurul befele. Shihuhu egyenlő. 2 perc 16-nál. Másik kicsi löket kell. 2 perc 16. Mindenre elegendő idő. Hát jó, talán nem mindenre, de ugye a realitás tekintve nagyon sok mindenre elegendő ez a fő 2 perc, ami még hátra van ebből az ötödik mérkőzésből. De vajon ez lesz az utolsó? Ez a fő kérdés jelen pillanatban. Skittles az, aki eladja Ipának! Hát Ipa már nem tudom, hogy hány ilyen gólt szeretném magának tudni a mai napon. Minden esetre ez megint egy hatalmas helyzet volt. Észnek elfogy a boostja. Szépen leszedik róla az narancs játékosok. Hát, itt most hibázásra nincs lehetőség egyik csapatnál sem. Lehetséges, hogy a győztes gólt jelentheti a következő találat szerzője. Igen, vagy esetleg mehet még egy hosszabbításra. Ugye a harmadikot éljük meg így a szettem belül. De ez még a jövő zenéje, ott van Rassi, nem akar hosszabbításra menni, és a vonatot sem akarja be a, ugye az állomásra. Levitő jó volt a passz, nagyon szépen ugrott ki a backboardról, és Levzészkitől az nem éppen tudták, hogy
hol is vannak. Kitölsz, ha jól láttam, háttalált konkrétan a labdának a kapuban. Hát mi lesz még itt? 1 perc, 15 másodperc, és ismét a kék csapat támad. Most kell még egy egyenlítő gól a Sifuhunak, hogy beszélhessünk esetleg itt hosszabbításról. De meg lesz az a tanára. Megint ott van középütve játékszer, de nem sikerül a lövő embernek eljutatni azt. Ész, mint hogyha egy kaput eltállt lövés Derzinek, azért ez szerintem egy könnyedebb védés volt. Skittles 3-2-be támadhat a narancs csapat. Skittles az, aki középre adja Ipát, olyat a lövés, viszont ott van a blokk. Még mindig támadásban narancs oldal, a kamera azt se tudja, mit csinál, de teljesen mindegy, végül Ipa nem tudja ellőni a labdát, és egyelőre most csak ideiglenesen is, de egy kicsit felszabadul a Meta Tensei kapuja eddig a pillanatig, mert Debzi kiegyenlít. Kibizony, hihetetlen nyomást gyakorol a Sihuhu csapata a Meta Tenseire, és ez végül, hát kifizetődött, érett ez a gól nagyon. Végül megszületett 24 darab másodperc, ez meg nem volt szép, 24 másodperc, bocsánat, az órán. És tényleg most ez az egyenlítő gól nagyon, nagyon pont jókor jött. Na, lesz a hosszabbítás. Ez a kérdés az utolsó 10 másodpercre. Még egy előre ívelt labda! Rocsli nem ér bele, inkább lefékeli. Az idő letelt, a labda is leér. 4 mérkőzésből ott van a harmadik hosszabbítás. 5 mérkőzésből a harmadik, elnézést. Eddig abból a 2 hosszabbításból 2-t a Sihuhu csapata nyert. Így ők mondhatók ilyen téren favoritnak. De most ez a szetbeli győzelmet jelenteti számukra. Így mindennél nagyobb a nyomás. Vajon meg tudják-e tenni, avagy a Meta Tensei megteszi a második hatalmas lépést afelé, hogy jöjjenek. Skittles nem érkezik, jó a lövés, Ipa nagyon gyenge lett végül, és Devzihez kerül végül a labda. Jó a 50, Rasninak a kiemelt, és ott van a gól. Rasni megérkezik, lepattanóra, és ezzel a Sihuhu 100%-os hosszabbítás egy győzelmi aránya most ez csak 66-ra csökken, az volt egész, hát 66, ha már beleszi vele, hogy nem mondjuk kimat... végig. Igen. Azért mondjuk és... a végre egy 7-es. Jó, és igen, igazad van. És ezzel tehát 3-2, de módos a szettállás, tovább megy a River Sweep vonalán útján a Meta Tensei. Hú. Piros jelzést kapott a Sihuhu. Mert hogy érkezik a Meta Tensei, de vajon változik-e ott még ez a jelzés, és inkább beengedik-e arra az elődöntő vágányra előbb a narancs csapatot? Avagy... Hát most már feltűnt ott a tükörbe, nem tudom, hogy a vonatokon így hirtelen... Én egészen biztosan gondolom, hogy van tükör. De feltűnt ott a bal tükörbe a Meta Tenseinek. És most már a saját vonatja. Úgyhogy... Hát ezután a 2 mérkőzés után én nem tudom most már mit mondjak. Én nagyon nem lennék boldog, ha most már Champions Field kimaradna. De először még itt Wastelanden ki kell lesz harcolni a Meta Tenseinek. Igen. Hát nézzük. Nézzük, mi lesz. Megkezdődik tehát a 6. mérkőzés. Tettem belül Devzi hárít egyből. Kikapott követő... Bocsánat, követően... Nevi a sarokba. Ész felrobbantja Ipát. Bár így is talán, aki nagyon sok jött neki fel, de hogy is. Nagy lövés volt Rasnitól, ami Devzi hárított. Devzi kevés boost-tal próbálja kihozni. Ezt a 50-t követően még jó is lehet neki a falon. Felkapja a 100-ast, elbámpulja őt Ész, és így Levi indulhat meg Ipa a sarokban, teszi kifelé a középpályára, amit nagyon szépen csúsztat meg társa Devzi, Rasni Hári. Ipa, szép a dunk, Devzi-től jön a lövés, viszont csak a kapufát érte,
Levi lefékelni, tehát ez Skittles azért nagyon jól rídelte. A labdát viszont már egy kicsit kevésbé, ahogyan Leviről is ugyanezt el lehet mondani. Devzi mellett szépen ellövi ész. Rocsinak kell megint most pipára figyelnie éppen. Levi oszhatja megint Devzivel az egy az egy. De Devzi az, aki a végén kijön győztesként. Egy percet követően nincs gól! Mi az, hogy nincs gól? Van gól! Skittles révén egy óriási 132 km per órás bomba után megszerzi a vezetést itt a Sihuhu. Nagyszerű összjáték Skittles, illetve Devzi között. Most már így a harmadik szettpontjukhoz érve már el akarják dönteni igazán ezt a szettet. Itt a Sihuhu játékosai, Devzi adja Ifa felé, aki várja a falon végig középen, és ahogy az kitölesz neki is. A lövés viszont gyenge lesz. Így nem lesz második gól, narancs csapat neve mellett Devzi. Adja tovább kitölesznek, ismét egy támadást építhet, készület fel építeni a narancs csapat, de nem. Azt mondja Rasni, hogy most mi jövünk. És jönnek is, nagyon úgy néz ki. De itt van jó a véd, Rasni hiába robbant fel két játékost, a maradék egy kivétel a kövés. Igen, a Devzi volt az, aki az utóbbilag leszpónolt, és kellett figyelnie. Ugye a perc telik el úgy, hogy a Meta Tensei nem tud góllal válaszolni. Csak 3 perce marad. Skittles most nem jó a ránrepülése a labdára. Racsniknak viszont elfogy a boostja. Ott hagyja Levinek, de a Skittlesnek eléggé egyszerű hárítás volt. Levi! Levi! Hát micsoda befejezés! Ipa mellett, majd Devzi felett. Azt a mindenit! Egy-egy! Mi az, hogy nincs válasza? Hát most úgy látszik, amit én mondok, az ellen történik minden. Igen, egyébként ezt akartam én is mondani, hogy most ezt átvettek tőlem eléggé. Egy-egy, kiegyenlít így a Meta Tensei csapata. Nem engedi begurulni a vonatot az állomásra. Nem. Menni akarnak Champions Fieldre. Igenis, meg akarják csinálni ezt a River Sweep-et, amiről már beszéltünk. A viszont most üres, Ipának gyorsan be kell passzolni azt a labdát középre, de Levi jól ér vissza, így a kékek még maradhatnak egészen nyugodtak, hiszen továbbra sem hátrányban játszanak ugye a kiegyenlítés után. Szóval most talán kicsit levegőzhet a kék csapat, így hogy most az állás is egyenlő, és nem kell teljes mértékben rá stresszálni. Sasnak a lövése volt gyenge, ez pedig kontrollálhatja most. A reset fel is használja még egy tács, megvan neki Rasni, viszont nagyszerűet tud hárítani. Most pedig észem van a sor, talán nem, Rasni ezt is bevállalja magának. Sőt, Rasni tovább viszi. Rasni nyomja neki, Rasni most már bumpol. Viszont a labdát ott hagyta. Így a narancs oldalról jöhet a kontra. Levitől nem volt teljesen jó a beleérés. De végül ott egy demo csere volt, viszont elfogytak a védők. És Ipa érkezik, és megszerzi a második találatot. A Siúnak észtől nem volt jó a beleérés. Hárman mozognak, párhuzamosan kék játékosok. Egyszerre fordulnak balra-jobbra, és a kaput pedig nem hagyta senki. Pontosabban mind 3 játékos ott hagyta. Egy perc hátrányban a Meta Tensei, a Siú pedig nagyon közel ahhoz a bizonyos győzelemhez. Hoppá, mekkora lövés volt a Cipától közben, de Rasnyra reagált szépen. Levi, és viheti kifelé. 50 másodperce van a kék csapatnak, hogy itt egy egyenlítésről beszélhessünk, tehát a hosszabbításról, bocsánat, esetleg. De most megint úgy néz, hogy felé lett a Sihuhu. Itt az jó a blokk. Ipa backboardra üti. Társ nem érkezik, de ez inkább már inkább defenzívebbre váltott, és ez a fix védő mindig legyen hátul. Pologgal játszanak tovább, taktikával játszanak tovább. De igazuk is van abban a szempontból, hogy most nem kell
így teljesen feltámadni három emberrel. Főleg így, már húzni kell az időt, hogyha nyerni akar a Shihuhu, be akar menni az állomásra az a bizonyos vonal. Az idő nagyon telik lefelé, sőt már nullát ér, és lefasztan a labda, és Shihuhu lehúzza a hatodik mérkőzésen ezt a szettet, egy 4-2 szettállás, és beletik, de most nem örülsz. De nem örülsz, hogy most nem megyünk 7. meccsre, de megmondtad. De ezzel már nem hiszel elégedett, hogy így gyeri meg a Shihuhu. Igen, igazából a mutatott játék alapján abszolút megérdemelte. Ez jó. A Metapens egy küzdött, ahogy csak tudott, ott volt egy kisebb időkérés is, meg minden, ami megoldotta részben a problémákat, de itt a végén megint csak hiányzott az a plusz, ami a végén igazából itt a különbséget jelentette a két csapat között.